Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Matubarna vagyok, és ez itt a Let's Play Empire Total War következő része. A Darth Moddal. Hogyha emlékeztek, a legutóbb kb. Két évig ostromoltuk Brandenburgot és megsemmisítettük a porosz erőket, majd valahogy a szászok keresztül sétáltak az ostrom gyűrűmön és bevették Brandenburgot. Amire én hát azzal reagáltam, hogy kiirtottam Szászországot, viszont ez hadba sorozott minket Lengyel-Litvániával, akinek ugyebár Szászország a protektorátusa volt. Viszont szövetségre léptünk az oroszokkal, és van 6 FPS-ünk. Egy pillanat. Amint azt mondottam. Egyébként az a vicces, hogy ilyenkor nem csinálok semmit, csak újraindítom a felvételt. Amint azt mondottam, viszont szövetségre léptünk az oroszokkal, és így igazából lengyelik vannak az, akik nagyon rácsesztek, mert most ők hadban állnak a poroszokkal, Oroszországgal és velünk. És aztán a svédekkel is. Lengyel, Litvánia, más nem megint lagolunk, mint a szar, nem tudom, mi a büdös. Nem, most védekkel nem állok a... Én behívtam az oroszokat a háborúba. Mi a büdös? Oké, akkor az oroszokkal nem állnak hadba. Hadba állnak velünk és Poroszországgal. Az is elég. Valamint megindítottuk ugyebár... Guido von Strahlenberget, hogy vegye be Galíciát, amit megint csak jó rajzod meg a Creative Assembly. Viszont Brandenburg a lázás szélén áll, szóval itt levisszük az adókat. Értem ez alatt, hogy nem adóztatjuk abszolút, mert nem lehet levinni az adókat tartományonként, mert végülis az 1700-as években egyáltalán nem létezett olyan, hogy egy tartományt kevésbé adóztattak, mint egy másikat. A százonnak sem volt adómentessége, meg a székelyeknek se, tehát teljesen logikus minden. És pláne nem volt a különböző hercegségben más adótörvények. Valamint a püspökünket felküldjük északra Brandenburg tartományába, mert ott 3% katolicizmus van, ami megint csak egy hajszál pontos statisztika, és nem akarom, hogy rám lázadjon az egész. Csehországon is átmegy, ott is lesz egy kört, azért út fog tenni, Szászország nem innen, hogy fellázad, Szászország is lázad, oké. De az van két új tartományunk, amiket nem adóztatunk. Ajajajajaj, nem lesz ez így jó. Na most reméljük, hogy a poroszok nem tudnak visszaütni, mert a hadseregünk eléggé ütött kapott állapotban van. Na ugye már Ludwig von Baden-Baden vezeti, és nem jó öreg Szavoyai Eugen. Oké, azt hiszem ennyi. Az a porosz csapatocskód nem tetszik nekem, főleg most, hogy szar van a gazdaságunk, itt most egy pár farm kiütés is problémás lehet, úgyhogy fogunk egy 20 egységet Pozsonyból, meg pár egységnyi Pandurt és gyalogos Bécsből, és hátba támadjuk. Savalunk egyet. Ja, felülírjuk persze. És nyertünk. És mélyebbre menekült területünkre. Kicsapunk Dresdából is. Egy ágyú, ez veszélyes lát. Még nyerhet is. 220. Nyírjuk ki azt a rohadt ágyút! Szóval, ebben adrendben fogunk támadni, itt van a gyalogságunk, a karabélyosokkal fogjuk kinyerni az ágyút. A gyalogságot le is az olyan mögé, a dom mögé, ahol nem tudják lőni, kivéve, hogy van egyféle francia klónágyú, ami teret hajlít. A nagyobb egységünkkel elfogunk erre, a kisebb egységünkkel neki megyünk. Bum! Egy mellélövés. Két mellélövés. Hogy lőtt a... Mindegy. Hajlított pályán lő is kész. És roham. Kartásod bele fogja lőni abba a 12 szerencsétlenbe. Ez a oldalról már szétlövik. Ja igen, ezek rabésok, szóval ezek lőnek a lóról. Bum. Két ember megöltünk 70 lövéssel. Pontosság a köbön. Ám úgy látom, kicsit többet nyírtunk ki azért. És ennyi volt a francia klónágyú. Hol van az egy szerencsétlen, aki még éljen belőle? Oké, ezeket hagyjuk elmenni, mert ezek olyan békések. És csak azt várom, hogy kírja a játék, hogy közeli győzelem! Éppen hogy elbírtam a rohadékkal! 37 ezzel egy kicsit elégedettebb vagyok, úgy érzem. Úgy szúrd le azt a fenyőfát, ami az ellenség mögött van. Vissza Dresdába. Legalább ez nem lázad a nyakunkra.
Már csak az a probléma, hogy meg kell javítanunk ezeket az épületeket, akkor egy kicsit majd rendbe jönnek a dolgok. Prágából mennyire elégedetlen Brandenburg? Nagyon elégedetlen. Nem baj, hamarosan rendbe fognak jönni a dolgok. Szépen lassan. Az observatórium is jót tesz a közhangulatnak. Boroszlóval egyedül nem csapunk ki, bár ott van egy eléggé jelentős erőcskénk, de még nem. Még nem. De szerintem majd azokkal veszik be vagy Varsót, vagy Gdanskot. Úgy értem, Danzigot! Következő kör. Lássuk, hogy reagál Oroszország a történésekre. Menjetek már a rohadt életbe? Most vertem szét Szászországot és Poroszországot. Majd még eljövök azokért, rohadt hollandokért. Aha, és ott nem ért el se a boroszlói, se a brandenburgi erőnk, természetesen. A törökök kereskedni akarnak, persze, még adnak is érte pénzt. Most, hogy éjszakon el vagyunk foglalva egy ideig, nyugodtan kereskedhetünk a déli határon. Azért Indiával nem szövetkezek. Leginkább azért, mert most a mogulokon keresztül akár hadba is hozhatnak minket a törökökkel. Hogyha a mogulok esetleg a törökökkel szövetkeznek, vagy a perzsák ellen, vagy csak úgy simán, mert mindenkinek ajánlatokat küldözgetnek. És... kész van a kartáslövés. Van egy... új ügynököm Szászországban. Ja igen, elfoglaltam két egyetemet, amiket be se állítottam. Hoppá! Inkább Magdeburgba küldjünk, mert az alapban egy nagyobb egyetem, tehát ott... többet ér a százalékos gyorsítása. A Lipcsei Egyetemen elkezdjük fejleszteni a haditengerészeti technológiánkat, kifejlesztjük a szextánst. Magdeburgban pedig elkezdjük fejleszteni a nehézipart. Franciaország nem szövetséges a maratákkal, Brandenburgban lázadás volt, meg is sérült ez az ipari épületünk. Van itt egy ügynökünk, őt kiküldjük szintén Magdeburgba, hogy gyorsítsa a dolgokat. Sőt, menj is párbajhoz ezzel a porosz szerencséddel. Menj is párbajhoz Leibnizzel. Megnyertük és elkergettük, szuper. Brandenburg pedig már nem lázad a nyakunkra, remek. Császári Huszár Regiment. Oké. És ez miért Brandenburgban tudom gyártani? Na mindegy. Ezt az erőt beküldjük. Hova is akartam küldeni ezt az erőt? Ja, ezzel vertem meg a poroszokat. Akkor ide vágunk ezeknek itt. Na, nehogy nincs támogatásom a boroszlói csapattól. Nem vagy szerintem autobattle. 21 embert vesztettünk, kevesebbet, mint egy Isten verte ágyúval szemben. Oké, vigyük őket be boroszlóba, erősítsük a helyőrséget. Franz Bódéval pedig megyünk, és megmerényeljük ezt a lengyel tábornokot. Ha tudjuk. Megöltük. Odaprók vagyunk. Van még egy ügynököm? Nincs. Ó, van még Erdélyben is egy ügynököm. Aki olyan gyorsan tud átkelni egy erdőn, mint egy hadsereg. Szép. Beveszük ezt az erődöt, ez azt hiszem üres lesz, igen. Majd... ez itt katolikus, ugye? Aha, katolikus, oké. Ezek a területek akkor nagyjából katolikusak lesznek, szóval legalább vallásra nem kell majd őket térítgetnem. Egy kör most itt marad Csehországban, itt is nem árt, hogy átéríti az embereket egy kicsit. Brandenburg pedig szépen lassan le fog nyugodni. Komolyan? Na azért, az ide már ki se fért, hogy ellenállás az idegen megszállással szemben. Mitől megy fel a protestantizmus? Van itt egy... ahó, itt egy templom a rohadt életbe. Az a baj, hogyha ezt lerombolom, akkor kevésbé lesznek boldogak az emberek. De hogyha meghagyom, akkor térít jár őket a protestantizmusra, amit a hosszú távon lesznek kevésbé boldogok. Majd valamikor leromboljuk. Mint egy jó és vallásilag toleráns uralkodó. Mert annak ellenére, hogy ez az időszak pont a felvilágosodás időszakáról szól,
A vallási toleranciával szarra sem ész. Mindenki jobban örül, hogyha erőszakosan áttéríted. Lássuk, mit ügyködik Paraszország. Remélem, elfoglalják egymás Lengyelországgal, és én itt nyugodtan újraépítettem a hadseregemet. Erősítik Danzigot. Ez itt jön szabotálgatni, ha jól látom. És a lengyel-litván támadó erő, legalábbis feltételezem támadó erő megerősítette magát Nyugat-Paraszországban. Hogyha egy helyen maradsz és reggel azt hiszem két körig, akkor megerősíted magad, akkor tudsz barikádokat építeni. Ez ugye ostromnál is jó kirohanások ellen. Ezért tudtunk ugye mi is építkezni a Brandenburgi ütközet elő. Hannover megtámadott minket. Hogy lehetnek ennyire... Hannover megtámadott minket. Velünk mellettük az Egyesült Királyság? Nem. Helyes. Mégis lebőttem volna, hogyha Hannover miatt hadba kerül a német-római császár. Megtámadott Velence. Ez egy szép kis sereg. Horvátország nincs megerősítve, jól látom, vagy? Nem, nincs. Hát, ezt elvesztettük. Le kell hoznom majd a csapás mindenről, mert Brandenburgból. Ezeket pofon vágjam. Ez ennél fordalom volt? Vagy ők alapból tudnak sorozni? Mert egyébként csak fordalom után lehet sorozni. Addig csak a milíciát tudsz gyártani. Nekinél a sorozatok egy kicsit jobbak. Nem játsszuk le most, nem szeretném ezzel húzni az időt, így is megölt 400 embert az emmé. De akkor itt az idő, hogy becsatoljuk Velencét és hogy centralizáljuk Hannovert. Oké, megsemmisült a horvát hadseregünk, Horvátország elesett. Csődbe mentünk. What the fuck? Ja, én ugye szokás szerint a kedvencem a játék nem engedte, hogy megváltoztassam az adószintjeimet, miután megváltoztak a tartományaim, mert a kör közben nem tudom. Drezdát tudom adóztatni anélkül, hogy fellázadna? Igen, azt tudom. Brandenburgot nem, még úgyse, hogy ott a támadó erőm, amit le kell hoznom onnan. Boroszlóból átküldök két huszáregységet Brandenburgba. Azokat ott hagyom. Így is lázadnak. Küldünk még pár gyalogos egységet. Boroszlóval nem lázad fel, ugye? Nem, azok rendben vannak felünk. Így is lázadnak. Küldünk még pár gyalogos egységet. Meg pár pandúrt. Így is lázadnak. És már sem megjegyzem, most nem is adóztatjuk őket. És az lenne a végcél. Küldünk egy Dresdából. Lázad. Küldünk még egy Dresdából, ami kijött magától is. Mindig lázad. Mi a rohadt? Még egy egységet küldünk. Még mindig lázad. De már nem annyira. El fog menni valamikor az ellenállás? Nem. Hát következő körben egyel, de az közel sem elég. Pedig nem tudok mit csinálni, le kell hoznom az erőmet. Velence ellen. Mondjuk Hannover is szép kis csapatot gyűjtögetett a határon. Jó, maradunk Brandenburgban, és adóztatjuk. Kell egy kör, hogy helyre jön a gazdaságunk. Amit nagyjából már fogja tenni. És tovább vonulunk Galícia felé. Pontosabban... Lvov felé. Vagy franc se tudja, hogy ejtik ki, hülyék ezek. Bum, ezeket lemészároljuk. Szép volt. És körbevesszük a várost, követeljük a megadást, nem adják meg munkat, ostromoljuk. Megpróbálunk békét kötni a paraszokkal. Megint. Mi a büdös élet? Még hogy én adjam oda Csemorva országot, na, fuck you. De kereskedni keres. Nem adom oda Csemorva országot. Adható technológiát.
Most már minden technológiámat akarja. Az. Ez olyat követett, amit nem tudok felajánlani. Így? Nem. Nem adom oda sem Orva országot, ezt úgy nem lenne lefixálni? Megfenyegetjük. Nem. Lengyel-Litvánia nagyon barátságos velünk, megpróbáltunk békét kötni, azzal lemondunk Galíciáról, amit szinte biztos, hogy beveszünk azzal a haderővel. Olyan megvan az átvonulási engedményünk is, annak ellenére, hogy háborúban vagyunk. Ezzel lemondunk Galíciáról, amit itt szinte biztos, hogy be tudna venni ez a haderő. Csak nem romozom meg, mert ugye tudjuk, hogy milyen jól működnek az erődök. Viszont felszabadul Strárem... mi neve? Stráemberg ereje, amivel le tudok vonulni, harcolni a velenceiek ellen. Vagy akár fölmetek Bécsbe rendet csinálni. Vagy Berlinbe rendet csinálni. Úgy is tudok ilyen Jazzarius arrakat csinálni, oké. Okay. Jó kérdés, hogy mi a büdösséget csináljak. Az erőnket visszavonjuk Pozsonyba, mert most az a veszélyes, hogy itt átkelnek a, hogy is hívják, okverenceiek, és megtámadják a várost. Mert ha jól tudom, Pozsony tud Bécsnek segítséget nyújtani. Nem vagyok benne biztos, mert ugye a játék ilyen egyértelműen határozza meg, hogy hol van a körhatára. Most az, hogy a Füles bástya fele benne van, ez azt jelenti, hogy tudna segítséget küldeni, vagy nem. Tehát, ja. Baroszlóval kilendülünk egy kisebb csapatot Bécshez. És békét kötünk a lengyel-litvánokkal. Nem adom oda sem Orva országot, és nem kell a pénzed, dugd fel a seggedbe. Köszönjük! Békében vagyunk és kereskedünk. És nagyon barátságosak vagyunk. Kössünk szövetséget! Ki kell állnak adban? Paraszországgal kössünk... Kivel állnak szövetségbe, aki nekem az ellenségem? Velencével. Shit. És én kivel állok hadban? Velence, Hollandia, Poroszország, Hannover. Jó, ezzel az erővel fogjuk megverni Velencét, bármi ilyetetlenül is hangzik. Szerencsére ez a négy egyetem, ez eléggé komoly technológiai fölényhez fog minket jutatni hosszú távon. Tehát csak ki kell tartanunk a hódításainkkal. És remélni, hogy a Hannover ilyen mi olyan hülye lesz, hogy megrohamozza Berlint, és akkor visszatámadásból elfoglalom Hannovert. Jó, van egy örökösünk, Mária Leopoldina. Konkrétan 0 éves, de már így néz ki. Na ugye itt jön be egy apró probléma a játékkal, hogy jól emlékszem, van. Egy örökösöd van. Ennyi. Mondja az, hogy puff, meghal, és akkor kész. Mert szinte mindig van valamilyen örökösöd, meg van a játékban egy nagyon primitív és tisztán láthatóan félbehagyott örökösödési háború rendszer, ami talán beüt, talán nem. Na, következő kör. Lássuk, hogy mit csinál az ellenség. Ugye az ügynökeink továbbra is ott maradnak Lengyel-Litván területen, ezt majd felküldöm Königsbergbe szabotálgatni, hogy a porosz erő lassabban épüljön újra. Nem akarok két fontos háborúba keveredni. De ez, hogy Velence megtámadott minket, miután bevettük Brandenburgot, ez kész. Oké, hogy elnézem, Poroszország nem támad. Lengyel-Litvánia pénzt ajánl a gyűrű bajonettél, ezt elfogadjuk, mert kell a pénz. Ez jön szabotálni a rohadék? Nem, kimenekült. Arra vagyok kíváncsi, mit fog csinálni Velence és Hannover. Ha Velence most Bécs felé mehet el, akkor lehet, hogy szarba megyünk. Hannoverrel elbírunk, hogyha megtámadják Berlint. Más pedig nincs a hatótávukban. Ha Berlinben meg tudom javítani a palotát, akkor talán le tudom nyugtatni annyira ott a kedélyeket, hogy legyőjek délre. Vagy hogy kimenjek bevenni Hannovert jó magam. Oké, égeti a templomokat, ez nem lesz jó, ebből lázdás lehet. Ugye itt megint bejön az, hogy a játék hát rohadt nagy körökre van osztva, és nem tudok normálisan manőverezni. Mert abból, hogyha elhagynám két hétre a várost, hogy... még a kereskedelmi útvonal, amit itt szavarják a rohadt velenceiek. Mert ha elhagynám két hétre a várost, hogy megverjem a seregét, az nem biztos, hogy lázdásban tör neki. Viszont itt csak fél évre tudom elhagyni, mert ugye ilyen jól vannak megcsinálva a körök. Magdeburg, Wismar, oké, okay, és Rostock. Megütközzek fel a Rostocknál? Mennyi ideig tart és mennyi pénzbe, asztalod, mennyi pénzbe kerül helyrehozni a sereget? Oké, túl sokba kerül, ilyen egyszerű.
barak az segít a boldogsággal? Nem igazán. Na oké, akkor nem fontos, hogy ezeket most megcsináljuk. Ahogy elnézem, Velenc ül a segély Horvátországban. Ezt az erőt behozzuk Bécsbe, ezt itt helyre hozzuk, úgy ahogy van. És a Litvániára szánt erővel átjövünk Bécs felé. Bécsben kiképzünk... Mi hiányzik ebből a hadseregből? Mit kiképezhetnénk? Sorkatonák és lovasság. Kiképzünk 4 egységnyi katonát. Pozsonyban nem képzünk ki senkit, mert ennyi pénzünk volt. Pozsonyból viszont kirendelünk 2 egységet és egy ágyút a hadseregnek. Igaz, hogy ezek milicisták, de ez van. Neki is jól itt milicistákból áll a serege, szóval nem lesz nagy gond. És... hogyha kivonulok, akkor városlázat. Ha nem adóztatom, nem lázd a város, de akkor már megvan a rizikója, hogy kimegyek, az ellenség elmenekül, nem tudok utána menni, és nem lesz elég mozgáspontom ahhoz, hogy visszajöjjek. Nem. Kivárunk Berlinben. És megjavítunk egy ágyút. 2 ágyút. Ez fontos, hogy a tűzelünk rendben legyen. És kifejeztetjük az empiricizmust. Grácsban, ahol most fejlesztjük a társadalmi szerződést, ami megint csak jót fog tenni a gazdaságunknak. Szuper, kezdünk rendbe jönni. Ezután a kis fél éves válságocska után. Oké, volt itt még valaki, aki akármit csinálni akartam volna. A maradt a konfederáció elpusztult. Hoppá, a mongolok lecsaptak, mi? Japp, a mongolok lecsaptak a maradt a konfederációra. Mondtam, hogy nem jó ezekkel szövetkezni. Hoppá! De nem is gondoltam, hogy beveszik Hannovert, onnan már át tudunk menetelni Hollandiába. A Rajna vidéket pedig elfoglalta Württemberg. Ezt nem vártam volna. Tehát beveszik Hannovert, átvonulunk Amsterdamba, onnan elcsapunk Brüsszelbe, és onnan, hogyha kell, átcsapunk Rajna vidékre. Oké. Következő kör. Hollandia nem mozdul. Oroszország kémkedik, de nem mozdul. Lengyel-Litvániával jóban vagyunk. Az oszmán-török kör nem tart róla sokáig. És... Hannover. Megtámadjam őket, vagy ne? Rohadt sok lovasuk van. Van pár jó sorkat a egységük. De alapból tűzerő és gyalogsági fölényben vagyunk. A problémát a lovassága okozza. Azokból rohadt sok van, konkrétan az okozza a problémát. Nem hagyhatom, hogy levonuljon 100 országban, megütközünk velük. Most azonnal. Mi a büdös... Mit keresek egy erődben? A játék megint logikusan működik, ugyebár kimentem az erődtől jó pár kilométerre elfogni egy ellenséges hadsereget, ami éppen arra menetelt, de valahogy az erődből támadok ki. Hol van az ellen? Nagyon jó lenne, hogyha nem hószínű lenne a helyezkedési zónája. Akárhol lehet ezen a rohadt nagy területen, mert úgy szokott menetelni a sereg. Jó. Következő a terv. Először is mindenkit félre rakunk, hogy átlássam a szituációt. Mondom, félre! Úgy. Mondom, mindenkit! Félre rakunk. Mondom, mindenkit! Na. Fogjuk a regulárisainkat. És húzunk belőlük egy vonalat a fal előtt. Még 3 egység regulárist, megéljük egy támogató vonalat. Egy reguláris egység jön ide a falra. Mi? Helyezkedésnél parancsot tudom adni, hogy fölmásznak? Nem, oké. Ezt hittem már. Ide egy milicista egység. Nem. Ide a másik reguláris egység jön. Így. Egy milicista egység ide. Egy milicista egység ide.
És egy militista egység, rohadt módon tüsszentenem kell. Ide. Tehát most bármilyen irányból jön, le vagyunk fedve, és jó eséllyel ott szembe lesz hadsereg, azzal nézem szembe a regulárisaim. A regulárisok mögé jön... ez volt a probléma. Ugye ezt említettem, hogy van egy enyhe bug a kezelőfelülettel, és nem látszik az egész. És ezért van pár egység, ami lemarad a kezelőfelületről konkrétan. Ezeket majd manuálisan kell irányítanom. Egy ágyút bevágunk ide, rögtön a fal alá. A kapu elé, hogy vészhelyzetben fel tudjuk őket dobni a lovakra és befutni velük. Ez itt két reguláris egység. Őket felhúzzuk ide. Inkább erre az oldalra. Ez egy milicista és egy reguláris egység. Nem, két milicista egységet fogunk meg. Őket beállítjuk ide. Védjék a szárnyat. Ez itt egy két reguláris egység, az ott egy harmadik reguláris? Nem, az ott egy ágyú egység, azt kerestem az előbb én. Ezeket beállítjuk erre az oldalra. Ott a milícia. Ezzel fogjuk a szárnyat. Itt. Mondom itt. Valamiért néha járni mostanában úgy gondolja, hogy kétszer kattintok, amikor nem. Ezek az ágyuk. Ezeket felhozzuk ide. Másleg ezek az ágyúk nem fognak akkora szerepet játszani a csatában, meg lehetséges, hogy máshova kéne őket raknom, pedig pont arkon lövik az embereimet. Egyelőre berakjuk őket a várba, és hogyha az ellenség betör esetleg, akkor majd lövünk velük. Nem tudom, hogy ellentámadásba fog-e rendülni az emi magától. A pikásainkat felhozzuk ide hátra készenlétben. Készenlétbe. Mert ők lesznek a legeffektívebb védelmünk lovasság ellen. A huszárainkkal felállunk ide, az aljnövényzetbe, ahol aljnövényfedezékben vagyunk. És mi van itt? Egy huszár egység. Egy pandúr egység, oké, pandúrokkal. Feljövünk itt az egész pak elé. És amikor az ellenség átjön ezen a dombon, akkor pofon lőjük. A lovassággal, ami ezen az oldalon van, felállunk ide az aljnövényzetbe, fedezékbe. Magával a tábornokunkkal pedig beállunk a főtérre. Nekem persze van főterem, neki nem volt. Na lássuk, hol az ellenség. Oké, két irányból állt föl. Ott van a lovassága. Pontosabban ott van egy lovas erő. Pár gyalogos egységgel támogatva. Hogy elnézve az ütősebb regulárisaival. A főerő viszont szemből jön. Tehát jól számítottam rá nagyjából. Ezen az oldalon szükségtelen a védelem. Ezt a milicista egységet felhozzuk ide segítségnek. Futásban. Ezek a regulárisok egyedül maradnak, mert ők üzemeltetik ezeket az ágyukat is, ugyebár. És valamitől akadozunk, mint a szar. Nem tudom, hogy mitől, mert ennél nagyobb csatával teszteltem, és akkor minden rendben ment. Teljesen kiszámíthatatlan a játék. Oké, el is kezdtünk lőni. Néhol már tűz alatt is állunk, hoppá? Nem. Vagy? Ó, a pandúrjaink lőnek a hegyre. Ez ugye lehetséges, hogy már néhol kidugták a fejüket a hegy fölött. De velük vissza is vonulunk, mert ők egy sortüzet nem bírnak ki szemből. Őket felhúzzuk ide a falra. Mondom, ide a falra. Úgy. Oda felvisszük őket. Eközben itt az ellenség elkezdett ránk zárulni. Megtámadjuk a szárnyát a lovassággal. Eközben itt ugyebár lövünk a milíciával. Ahogy csak tudunk. Mondom, lövünk? Na azért. Hogyha nagyon be akar keríteni, és egy kicsit túlmegy, mint kéne, akkor a falról is fogjuk őket lőni, ugyebár, tehát itt tűzerőfölényben leszünk. Nem véletlenül hagytam ezeket itt. Meg ugye lövik őket az ágyuk természetesen. Lőnék őket az ágyuk, hogyha az emi üzemeltetné őket, természetesen. Ahogy elnézem, a derékhad megtörik. Itt beért közel harcba, pár egységével. Ezen az oldalon nincs lovasság, úgyhogy bedobom a teljes lovasságban megtörni rohamot. Oké, itt a huszárok már meg is futamítottak egy egységet, ráfutunk arra a reguláris csapatra, közben a másik egységgel feltartjuk ezeket a regulárisokat.
lassított felvételben, mert úgy valamiért nem laggolnak a modellek. Röhely. És megjegyzem, ez a játék patchelt verziója. Kiadáskor katasztrófa volt. Patchelt és modolt verziója. Itt, hogy elnézem, két, ja, ez két reguláris egység. Az egyetlen, ami nem rohanok belőjük, az az, hogy itt a lovasság a készenlétben, és hogy elnézem, éppen most kezdett el sétálgatni felénk. Na jó, adjuk vissza a hangot. Lassított a felvételben nincs hang. Különben végig úgy játszanék. A lovassággal belerohanunk itt az ellenségbe. A milíciát pedig felhozzuk ide, mert itt lovasrohan készülődik, hoppá. Nem követjük őket, tűzké... Gyerünk, készenlétbe. Oké, az egyik lovas egységgel belefutunk az ellenséges lovassággal, megtörjük a rohamot. Hirtelen nem akadozunk. Még arra se lehet számítani, hogy akadozzon. Eközben ezen az oldalon megtörtük az ellenséget, némelyik egység randomra üldöz, némelyik randomra elmegy, te huszárokra üldözünk, itt ezeket visszavonjuk. Ez megint úgy is, hogy a lovasság nem üldöz, a gyalogságom igen. Visszaállunk lagzatba, készen állunk arra, hogy itt is megindítsa a lovassági támadást. Megindított a lovassági támadást, hoppá. Most már késő futni. Teljes erővel bedobjuk a milíciát. Közben reméljük, hogy gyorsan megtörnek a regulárisok, mert akkor be tudom hozni onnan is a lovasságomat segíteni. Viszont itt ráfordulunk az ellenségre a regulárisainkkal. Eközben ezen a fronton a lovasságom fele megállt a gyalogságom mögött. A milícia viszont tűz alatt tartja az ellenséges lovasokat. Rohamra! Úgy tűnik, hogy totális támadást rendelt el, három egysége van tartalékban összesen. Oké, most hozzuk ide ezt a reguláris egységet lőni, mert azt hittem, hogy az előző is tud majd, de az nem tudott. Ezzel a milíciával megrohamozzuk itt ezeket a gyalogosokat, mert elegem van belőle, hogy a huszárok nem tudnak rajtuk áttörni, mert ugye az emmi megint logikus alakzatban megy. Egymás után 60-an, egyszerre 4 darab embert tud harcolni kb. Így kell kihasználni a túlerőt, meg az, hogy lovon vagyunk. Oké, hogy elnézem, itt a lovasságot megfutamítottuk. A lovasságot megfutamodik lassacskán a semmitől. Megrohamozzuk velük a regulárisokat, az biztos jó tesz a morálnak. És ezekkel a regulárisokkal szintén feljövünk a lagzatba, mert lehetséges, hogy onnan a maradék lovassággal mindjárt támadást fog elrendelni. Eddig jól bírjuk a rohamokat. Oké, menekül az ellenség, bedobjuk a lovasságunkat az övékkel szemben. A milíciával felállunk ide a vonalba, ugyanis lehet, hogy onnan új támadásra készül éppen. Ahogy elnézem, a gyalogságot megfutamítottuk és már kergetjük le a pályáról. Ó, lovassági roham. Reméljük, hogy nagyon gyorsan be tudunk állni. Tűz! Na azért. Azt hittem, nem is lőnek. Na ebből itt probléma lesz, mert ez itt belerongyul a regulárisokba, hogy őt üzelni tudnának, úgyhogy ráfordulunk a milíciával. Vasz? Mi van? Mitől lett ennek vége? Mi? Most akartam kiirdani a sereg... Azt a... már tudom. Ugyebár, az Empire-ben még nem lehet levenni minden lovas egységet a lóról. Várakat pedig csak ágyúkkal és gyalogsággal lehet bevenni, pontosan ezért, mert a ló nem tud fölmászni a falra. Viszont ez ugyebár nem egy várostrom, én kirohantam a várból. De miután elfogyott az ellenség gyalogsága, pontosan minden gyalogos egysége menekül, kihozta, hogy én nyertem, mert nem tudja bevenni a várat, amit nem védek. Ez megérdemel egy tapsot. Ennyi elég lesz. Az ellenséges sereg fele elpusztult, de a rám leginkább veszélyes lovassága megmaradt, mert ugye az emiói pofátlanul félbeszakított. De ez tetszik, tehát még akkor se tudnék folytani egy csatát, hogyha éppen elfogyna a gyalogsága és üldözni akarnám a lovasságát. Ez eszméletlen. Remek.
Nem baj, legalább talán vissza tudunk csapni Hannover fele. Mert megtörtjük az erőt, tehát nem fosztogatja már a területünket. Pénzünk valamódon módon nincs még mindig. Osztrákiában elkészültek a regulárisok, ezeket be is csapjuk a támadóerőbe, amit küldünk Erdélybe. Meg ezeket a pandurokat is, nem ártanak az irregulárisok. Erdélybe, Horvátországba küldjük őket, barátocskáim. Ahogy elnézem, Pozsonyban nincs igazán senki, aki ki tudnék rendelni, hát... amiket tudok én itt még gyártani, itt vannak ezek a baromi erős osztrák könnyű gyalogosok. Nem baj, felveszünk egy reguláris egységet és egy milicista egységet, Pozsonyban székelyek simán. És kirendeljük a regulárisokat és a pandurokat a seregbe. A sereggel pedig... fölállunk ide. Ugyanis, hogyha itt át akar vonulni a Pozsony vagy, vagy Bécs felé, akkor bele kell futni a seregembe. Elméletileg. Mivel az Empire remek eszközöket ad a kezembe, ezt nem tudom pontosan megmondani. De elméletileg bele kell futni a seregembe. Üdözzük el Hannoveri haderőt. A kivonuló Brandenburgból föllázad vajon? Föllázad-e vajon? Nem. Elfelejtettem megadóztatni Brandenburgot, szuper. Ohohohoho! Marha! Az emmi okosan nem a fővárosba vonult vissza seregével, hanem valami random ipartelepre. Szóval ostromá tudom venni magát Hannover városát. És kezdbe veszem, meg semmi sem a serege. Puff, annyi. És szerintem kivételesen rohammal bevesszük az erődöt. És elment a pénz, amit zágyúim helyrehozására költöttem, szuper. Na de! Ez már nem fog beleférni, úgyhogy ez volt én már a Matabarna, ez volt már a Let's Play Empire Total War Dart Mod, és találkozunk a legközelebb. Addig is a viszont, látásra!